Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió életmód magazinját látják. A koraszülöttek világnapja alkalmából a Soproni Gyógyközpontba jártunk. Egészségügyi témával jelentkezünk ezen kívül is a mai magazinban, hiszen november a prosztatarák megelőzésének a hónapja, szakértőt hívtunk ide a stúdióba. Egy érdekes táncgálára is csábítjuk majd nézőinket, és emellett arról is szót ejtünk, hogy milyen függőségek veszélyeztetik a fiatalokat. Tartsanak velünk! Magyarországon minden tizedik kisbaba koraszülöttként jön napvilágra. Ellátásuk hihetetlen figyelmet, szakértelmet, életerőt, illetőleg technológiai hátteret is kíván. A koraszülöttek világnapja alkalmából a Soproni Gyógyközpont koraszülött osztályán Szála Renáta kolléganőm járt. A Soproni Gyógyközpont intenzív újszülött osztályán egy időre, de komplikált szüléssel világra jött gyermeket látnak el. Az osztályon gondozzák a koraszülött csecsemőket is. Magyarországon minden tizedik gyermek a 37. terhességi hét előtt koraszülöttként jön világra. Ma már a betöltött 24. terhességi hét jelenti az élveszülés alsó határát. Életfunkcióját tekintve azonban minden a 37. terhességi hét előtt született újszülött koraszülöttnek számít. A koraszülött gyermeknek még éretlen a légzőközpontja, elégtelen a hőszabályozása, fejletlen az immunrendszere, fennmarad a magzati keringés, tónustalanok, lazák az ízületei. Az anyamélyben kimaradt fejlődést mesterségesen kell pótolni. Az érintett gyerekek gyakran látási, hallási, mozgásfejlődési vagy ortopédiai problémákkal küzdködnek. A mai törvénykezés alapján a terhesség betöltött 24. hét után világra jött koraszülötteket már jó technikai feltételekkel tudjuk rövid távon életben tartani, ám a koraszülött újszülötteket fogadó családok, illetve a társadalmi környezet számára korán sem mindegy, hogy hosszú távon ezeknek a kisbabáknak, csecsemőknek, illetve majd a kisgyerekeknek milyen a hosszú távú életbe maradási és életminőségi feltételeik, illetve körülményeik. Ezügyben egyrészt nagyon fontos a korai kötődés lehetőségének a biztosítása a teljes orvosi ellátás mellett, ami jó részt szakmai tudást, illetve nagyon nagy eszközigényt, illetve technikai feltételrendszert tesz szükségessé, de nagyon fontos a fogadó családi környezet, illetve a civil szerveződés részvétele a perinatális, a koraszülött és újszülött ellátásban. Sopronban szervezetten 1995 óta történik a koraszülöttek ellátása. Évente átlagosan 100-120 idő előtt érkezett újszülöttet gondoznak a Gyógyközpont koraszülött részlegén. Az ellátás technikai feltételei egyre javulnak. Nagyon remélem, hogy a betegeink és azok családtagjaik a mi picosztályukat egy, hogy úgy fogalmazzak, anyahajóként kezelik, és bármilyen problémájuk van, mindig gondolnak azokra az első napokra, amikor itt az élet első problémáit sikerült esetleg megoldanunk, vagy sikerült segíteni a probléma megoldásba, vagy a feladat megoldásba az újszülöttek kapcsán, és nagyon fontosnak tartjuk az utánkövetést, a gondozást, mert aki az élet első napjaiba, vagy az első óráiba az átlagosnál több feladattal van megbízva biológiai dolgok által, annak a későbbiek során is legyen lehetősége esetleg egy kicsit részletesebb felvilágosításra, egy időigényesebb tanácsadásra, amely esetleg a jó úton és az élettani gyereknevelés útján tartja a családokat. Úgy szoktunk fogalmazni, hogy gyémánt percek és aranyórák, az élet kezdetét azt csak egyszer lehet átélni mindenkinek, nem lehet elpróbálni, és ezekből a percekből és ezekből az órákból nyilván mindenki a legjobbat szeretné kihozni, az újszülöttek maguk is így gondolják. A szakemberek célja a koraszülések számának 10%-a lászorítása. Ez azonban életmódbeli kérdés is. A koraszülésben vezető okként ugyanis a káros szenvedélyeket tartják számon. A november 17-i világnapon többen a szolidaritás jeleként a koraszülötteket jelképező lila szalagot viseltek Sopronban is. Lila megvilágítást kapott Budapesten a Művészetek Palotája, a debreceni Nagyerdei víztorony és a soproni tűztorony is.
Kedves nézőink, maradjunk továbbra is egészségügyi témánál. November a prosztatarák megelőzésének a hónapja. Ennek apropójából köszöntöm a stúdióban dr. Kulcsár Dániel urat, a Soproni Gyógyközpont urológiai osztályának osztályvezető főorvosát. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm, hogy itt lehetek. Főorvos úr, az elején picit általánosságban nézzük át a prosztata megbetegedéseit, hogy úgy jobban képbe legyünk. Igen, mielőtt a prosztatarák problematikáját kifejteném, szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a prosztatának számtalan megbetegedése van. Ez fiatalkorban, középkorban, idősebb korban és a kor előre haladtával változik. Fiatalkorban elsősorban a prosztatának a gyulladásos megbetegedései jellemzőek, amelyek igen heveny tünetekkel kezdődnek, és hamar orvoshoz viszik a pácienseket, a férfiakat, és erre megvannak a megfelelő kidolgozott kezelési elveink. Az időskori megbetegedéseknél viszont elsősorban a prosztata megnagyobbodásával, a jóindulatú megnagyobbodásával találkozunk. A jóindulatú megnagyobbodás vizelési panaszokat okozva viszi el az orvoshoz a pácienst, és a megfelelő diagnózis felállításával ma már hál' Istennek egyre gyakrabban csak gyógyszeres kezelésekkel, szükség esetén esetlegesen műtéttel tudjuk ezt is megoldani. A mai megbeszélésünknek, illetve a mai beszélgetésünknek a témája elsősorban azért a prosztatarák, amiről meg kell mondjam, hogy szintén inkább az időskor megbetegedése. A prosztatarák a prosztata, illetve a férfiak daganatos megbetegedéseiben az első-második helyen szerepel, ami azt jelenti, hogy nagyon nagy figyelmet igényel, részben a társadalom részéről, a betegek részéről, illetve hát az egészségügy és azon belül a szakemberek, az urológusok részéről. Korosztályilag azért mit lehetne mondani, hogy mikortól érdemes mindenképpen a szűrést igénybe venni? A szűrővizsgálatok igénybevétele átlagosan azt lehet mondani, hogy 50 év felett évente, két évente feltétlenül indokolt. Azokban az esetekben, amikor a családban, férfiágon már korábban előfordult a prosztata rosszindulatú megbetegedése, tekintettel, ha genetikai okokra előfordulhat halmozottság családon belül, és ezért a férfi családtagoknak a szűrése ilyen esetben majdnem, hogy kötelező jelleggel évente szükséges, ugyanis a férfiágon öröklődhet a hajlam a betegség kialakulására. A szűrés az mégis milyen lépésekből áll, mire készüljön fel a néző, aki mindezek után úgy dönt, hogy igenis most el fog menni? A prosztatarák diagnózisában, illetve szűrésében három alapvetően fontos vizsgálatról kell beszéljünk. Az első, ami úgymond a legegyszerűbb és talán a legelfogadottabb a férfi társadalom részéről, az egy vérvétel, amiből meg tudunk mondani egy bizonyos értéket, és ez nem más, mint a prosztataspecifikus antigén, és ennek az esetleges emelkedettsége jelezheti az orvos számára, hogy a prosztatában milyen jellegű elváltozás alakult ki. A PSA vizsgálaton kívül nagyon lényeges még a végbélen keresztül történő tapintás, ez a rektális digitális vizsgálat szakszóval élve. Hozzá kell, hogy tegyem, ettől nagyon sok férfitársam óckodik, és ez talán egy kicsit nehezíti is a szűrővizsgálatok kiszélesítését. De a prosztata tapintása nélkül Isten igazából pontos diagnózist felállítani nem lehet. Ki kell, hogy egészítse ezen kívül még ezt a vizsgálati sort, az úgynevezett ultrahangos vizsgálat, ami történhet hasfalon keresztül történő telthólyagos prosztata vizsgálattal, ultrahangos vizsgálattal, illetve van lehetőség végbélen keresztül történő ultrahangszondás vizsgálatra is. A Soproni Gyógyközpont egyébként hogy áll technológiai háttérben? Természetesen minden diagnosztikus lehetőségünk rendelkezésre áll. A labordiagnosztika, az ultrahangdiagnosztika, a fizikális vizsgálat, amiről már ugye beszéltem,
és hát megfelelő szakembergárda áll erre rendelkezésre. Az urológiai osztály dolgozói, orvosai minden esetben ezeket a vizsgálatokat szakszerűen és jó eredményességgel tudják végezni. Meg kell, hogy említsem ezen kívül azt, hogy mi történik akkor, ha mégis igazolódik a prostata rosszindulatú daganata, illetve gyanúja, amikor fölmerül. A gyanú igazolására tulajdonképpen, illetve a szövettani vizsgálatra akkor kerül sor, hogyha a PSA értéke, a tapintási lelet, illetve az ultrahang fölveti a rosszindulatú elváltozás gyanúját. Ekkor történik meg a szövettani mintavétel, ami ultrahangvezérléssel, ambuláns kisműtét keretében, helyi érzéstelenítésben történik. A beteget megfelelően előkészítjük a beavatkozásra, és miután ez megtörtént, akkor az ultrahang vezérléssel történő tübiopsziás anyagvételt végezzük el. Minden esetben általában 10 minta vétele történik a prostata adott területéből, amit természetesen ultrahanggal ellenőrzünk, és az levett anyagokat szövettani vizsgálatra küldjük. A szövettani vizsgálat miután igazolta vagy kizárta az elváltozást, ennek megfelelően járunk el. Az mennyire igaz, hogy egy időben észrevett ilyen rosszindulatú elváltozás jó eséllyel gyógyítható? Azt tudom mondani, hogy a terápia, a kezelése a prostataráknak napjainkra olyan szintet ért el, amiben ki tudjuk jelenteni, hogy vannak olyan terápiás eljárások, amelyek már nem csak tünetileg, nem csak átmenetileg, hanem végleges gyógyulást is eredményezhetnek. Ilyen eljárás a radikális prostata eltávolítása, a radikális prostatektómia, aminek a technikai feltételei egyre finomodnak, és ma már olyan technikák, laparoszkópos technikák állnak rendelkezésünkre, amelyekkel a legkorszerűbb módon tudjuk, és a legradikálisabban tudjuk eltávolítani a beteg szöveteket, és adjuk vissza a betegnek az egészségeit. Emellett a radikális prostatektómia mellett meg kell említsem, hogy vannak bizonyos sugárkezelési eljárások, amelyek szintén gyógyító jellegűeknek tekinthetők, bizonyos esetekben tudjuk ezeket elvégezni, ez az egyénre szabottan a beteg alkatától, a prostata nagyságától és a betegség előrehaladottságától függ. Főorvos úr, adódik a kérdés, hogy az általános ugye szűrésen kívül, hogy mondjuk egy 50 év feletti férfi 2 évente menjen el és nézesse meg magát, vannak-e olyan tünetek, figyelmeztető jelek, amelyek miatt, hogyha ő fiatalabb, akkor is menjen el ellenőrzésre? Mit tapasztalhat? Igen. A kérdés azért nagyon fontos, mert azok a tünetek, amelyek bármi nemű prostata megbetegedésben jelentkeznek, azok mögött állhat egy gyulladás, állhat egy jóindulatú megnagyobbodás, és természetesen állhat prostata rosszindulatú megbetegedése is. Ilyen tünetek a leggyakrabban, amikkel találkozunk, a gyakori vizelés, a bizonyos esetekben parancsoló jellegű vizelési ingerek, előfordulnak a gyakori éjszakai vizelések, ide kell sorolnunk egy esetleges vérvizelés, tehát véres vizelet megjelenését, akadozó vizeletürítést, esetleg egy vizelés utáni diszkomfort érzést, amikor nem tudja a páciens kellőképpen kiüríteni a hólyagját. Tehát ezek a legvezetőbb tünetek, amelyek előfordulnak. De hangsúlyoznom kell, hogy ezek mögött nem csak rosszindulatú megbetegedés, hanem gyulladás, jóindulatú megnagyobbodás is állhat. Csak hát tisztázni kell mindenkit. Természetesen tisztázni kell, hogy e tünetegyüttes mögött milyen jellegű a megbetegedés. Főorvos úr, mit lehetne mondani a megelőzés szempontjából? A megelőzés szempontjából általánosságokat lehetne csak mondani. Gondolni kell arra, hogy szélsőséges életformákat ne éljünk, és természetesen
Itt elsősorban az alkohol, dohányzás kérdését lehet megemlíteni, amelyek egyéb betegségeknél is okitényezők lehetnek. Konkrétan nem tudjuk a prosztata rosszindulatú daganatának kialakulásának az okát. Amint az előbb említettem, hogy családi halmozottság előfordul, ez azt jelenti, hogy genetikai okok állhatnak a háttérben, tehát halmozottság előfordulhat családi halmozottság férfiágon. Talán a megelőzésnél a szűrésnek van elsősorban jelentősége, illetve hogyha van családi halmozottsága az előbb elmondottaknak megfelelően, ott a gyakoribb szűrés és a gyakoribb vizsgálatok. Illetve még egy nagyon fontos, hogy az előbb említett tünetek, ha jelentkeznek, mi hamarabb urológushoz kell fordulni. Főorvos úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, most folytassuk egy vidám témával. Táncgálára szeretnék mindenkit invitálni, a Kelet-Varázsa Hastánc formáció. Egy gála este vár mindenkit, amely nem csak látványosnak ígérkezik, de jótékonysági célt is szolgál. A hastánc függetlenített mozdulatai mindnyájunkban bennünk élnek, csak elő kell csalogatnunk őket gátlásaink szövevénye alól. Művelői szerint felszabadító önfelett élményhez juthatunk általa, amellyel teljesebbé válhat létünk, és másoknak is örömteli pillanatokat szerezhetünk. A 2011. januárjában megalakult csoport tagjai évek óta táncolnak már együtt. Szeretnének példát mutatni arra, hogy a tánc szeretete által olyan női közösséget alkothatnak, ahol barátokat, sorstársakat találnak, egymást segítve, támogatva mindenki felfedezheti nőiességének új oldalait, ezáltal teljesebben élheti meg női szerepeit, a női lét minden hétköznapiságát és misztériumát. Hisznek abban, hogy tudásukat, élményeiket másokkal megosztva feltöltődést, örömforrást biztosítsanak egy olyan közegben, ahol a közös táncörömet túlmutat minden versengésen, rivalizáláson, ahol mindenki rátalál saját stílusára, amelyben mindenki a legjobbat hozhatja ki magából. Mindezt kortól és testalkattól függetlenül. A hastánc maga, mint egy művészeti ág szerepelhet, illetve ahonnan származik a hazájában, azon a vidékről, abban a világban, ott a hölgyek valóban azért gyakorolják. Elsősorban, hogy karbantartsák önmagukat, karbantartsák a testüket, illetve megőrizzék a kondíciójukat. És hát ezt a nyugati világ is felfedezte, és valóban nagyon sokan használják arra, hogy különböző egészségügyi problémákat oldjanak meg vele, itt lehet mozgásszervi problémát is orvosolni vele, tartásjavítást, valamint a női szervek működését is, illetve a női lélek működését is lehet vele gyógyítani. Rendszeresen vállalnak fellépést, de november 25-én, pénteken a GYIK rendezvényházban tartott bemutatójuk jótékony célokat szolgál. Mindannyian nagyon szeretjük a gyerekeket, anyák, édesanyák, nagymamák, keresztanyukák vagyunk, és a tavalyi év folyamán ismerkedtünk meg egy kisfiúval, illetve a családjával, aki születési rendellenességekkel jött a világra. És neki rendeztek különböző kisebb rendezvényeken gyűjtéseket. Már tavaly szerettünk volna mi is segíteni, beállni a segítők körébe. Tavaly nem sikerült összehoznunk ezt az alkalmat, viszont idén egy táncestet fogunk rendezni vendégekkel, illetve a Kelet-Varázsa Hastánc Formáció Egyesület csoportjai fogják adni majd ezt a műsort. Több szintű csoportban járnak a hölgyek, 30-40 fő közötti a létszámunk, és mindegyik csoport képviseltetni fogja magát ezen a rendezvényen. Mindenki nagy izgalommal készül, nagyon szeretnénk minél több embert megnyerni ennek a támogatói tevékenységnek, és az est teljes bevételét szeretnénk átadni a családnak a gálaest végén. A formáció tagjai vallják, a tánc folyamatosan áramló energia, amely önfelett örömmel tölti el a táncost, aki ezt az örömöt adja ajándékba nézőinek. Így együtt lesznek részesei egy felemelő élménynek, amely nem ismer korlátokat. Egy jótékonysági fellépés még nagyobb örömet okoz annak is, aki adja, és annak is, aki kapja. A most következő beszélgetés apropójául a Drogstop elnevezésű programsorozat áll, amelynek legutóbb volt egy nagy sikerű eladása a GYIK rendezvényházban. Több száz diák hallgatta meg az előadókat a témával kapcsolatban,
Itt elhangzott egy előadás a függőségekről. Beszélgessünk ezekről a függőségekről. Köszöntöm a stúdióban Babelláné Lukács Katalin rendőrőrnagyot, a kiemelt bűnmegelőzési főelőadót. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a nézőket. Mennyire tartott fontosnak, hogy ilyen jellegű előadás sorozat keretén belül is halljanak a fiatalok a függőségekről, a kábítószerről, és minden olyan dologról, ami ebbe a témakörbe beletartozik? Én ezt nagyon-nagyon fontos dolognak tartom, hiszen a fiatalok mindig ki vannak téve annak a veszélynek, hogy esetleg egy kábítószerrel megkínálják őket, és én azt gondolom, hogy ha minél több helyről hallják, hogy ez egy milyen veszélyes dolog, akkor annál könnyebb nekik ellenállniuk. Kinek egyszerűbb ellenállni, és kinek nehezebb egy ilyen kínálkozó lehetőségnél? Mindig annak egyszerűbb ellenállni, aki egyéb drogokat nem használt, nem fogyasztott, gondolok itt az alkoholra, a nikotinra, tehát a dohányárukra. Azok a fiatalok, akiknél már kialakult egy függőség, akár az alkoholnál, akár a nikotinnál, bizonyított, hogy sokkal könnyebben belemennek egy olyan helyzetbe, hogy esetleg kipróbálnak egy illegális drogot is, értem alatta a kábítószert. Mit tapasztalsz a munkád során? Körülbelül hány éves kortól lesznek ténylegesen fenyegetettek a fiatalok? Mert hogy lehet, hogy ez időről időre egyre inkább a fiatalabbakat is érinti. Ez milyen korosztály körülbelül? A legveszélyeztetebb korosztály az a fiatalok, ez a 16-tól 25 éves korig terjedő időszak, és ez azért is van, hiszen ez az az életkor, amikor a gyerekek leginkább eljárnak bulizni, szórakozó helyekre, így leginkább szembesülnek olyan alkalommal, amikor esetleg valaki megkínálja őket, megpróbálja rávenni őket, hogy kipróbáljanak egy kábítószert. Lehet, hogy laikus kérdés, de vannak kevésbé veszélyes és nagyon veszélyes kábítószerek, vagy ti ezt alapvetően egy csomagként kezelitek? Mi úgy gondoljuk, hogy minden kábítószer nagyon veszélyes. Azt szoktuk mondani, hogy a kábítószernél van egy ilyen klasszikus rászokási folyamat, itt a régebbi, úgymond régről ismert kábítószerekre gondolunk, ilyenkor az szokott lenni, hogy van egy úgynevezett belépődrog, ami alatt egy leginkább THC tartalmú készítményt szoktunk érteni, és amikor már kialakul a függőség ezzel a szerrel, viszont a bódultságot nem tudja az élvező, a függő előidézni, akkor nyúl egy erősebb, durvább szerhez, amit már akár intravénásan kell, hogy beadjon magának. Ugye innentől kezdve akár halálos is lehet a kábítószer. Sajnos manapság már nem igazán beszélhetnénk erről a klasszikus folyamatról, hiszen az úgynevezett designer drogok akár egyszeri kipróbálásnál is halált okozhatnak. Hogyan juthatnak a fiatalok hozzá ehhez a kábítószerhez, és itt gondolok arra, hogy legelőször, amikor ugye megkínálják őket. Igen, tehát az, hogy valaki hogyan jött hozzá, nyilván erre többfajta lehetőség van. Az egyik legközismertebb, vagy leginkább szokott, hogy egy társaságba valaki behoz, bekerül a kábítószer, és ilyenkor ez végigjár a társaságon. Nyilvánvaló, nagyon nehéz ilyenkor egy fiatalnak ellenállni, mert a társaival kell szembenézni, és esetleg megalázzák, kicikizik azt az embert, aki azt mondja, hogy én nem akarom kipróbálni, így itt működik az a csordaszellem, hogy lehet, hogy ő nem is akarja megtenni ezt az első lépést a kipróbálás felé, de a többi való nyomás miatt fog rábólintani. Egy másik lehetőség mondjuk pedig az, hogy akár az interneten, vagy egyéb kíváncsiságból, ugye odáig jut, hogy kipróbálja a fiatal. Mi szülők mire figyeljünk feltétlenül? Mi a mi feladatunk ebben az egész ördögi körben? Mindig kell beszélgetni a gyerekekkel. Én azt gondolom, hogy soha nem elég. Nem elég sokszor ismételjük azt, hogy mennyire veszélyes a kábítószer, és ezt tudatosítani kell a gyerekekbe, hogy attól, hogy elmenjen szórakozni, hogy egy szórakozó helyen jól érezze magát, nem szükséges, hogy kábítószert is kipróbáljon. A társaság a lényeg, hogy kikkel megy oda, hogy kikkel beszélget, kik a barátai, és nem pedig az, hogy milyen egyéb szereket használ.
Apropó, hogyha ugye társaságról volt szó, barátokról, stb. Mennyire fontos, hogy a szülő teljesen tisztában legyen azzal, hogy kikkel megy el szórakozni, legyen meg mondjuk a mobilszámuk, stb. Legyen ilyenfajta kapcsolata a barátokkal, vagy ez annyira nem lényeges? Ezt mindenképpen javasoljuk. Soha se tudhatjuk azt, hogy a gyerek milyen helyzetbe kerül. Tudjuk azt, hogy kikkel megy el, kérjük el a telefonszámát, és azt is nagyon fontosnak tartom, bár tudom, hogy kamasz gyerekeknél ez nehéz, hogy legyen egy bizalmi kapcsolat. Értessük meg a gyerekkel, hogy nem azért van szükségünk a barátnője, barátja telefonszámára, mert mi ellenőrizni akarjuk, hogy ő éppen mit csinál, hanem azért, hogy megnyugodhassunk, hogyha bármi baj történik, el tudjuk őt érni, hogy, vagy akár ő is utánunk tudjon telefonálni, vagy egy barát fel tudjon minket hívni. Mennyire jellemző, hogy egy ilyen fiatalkori kábítószerfogyasztásból valamilyen bűnügyi eset történik? Sajnos, akinél kialakul a kábítószer függőség, ott egyéb bűncselekmények elkövetési hajlama is megnő. Ezért is szoktuk azt mondani, hogy a kábítószer élvezet az igazából a bűncselekményeknek egy ilyen kezdetét is jelenti, hiszen a kábítószer élvező személynek állandó pénzre van szüksége, de azért, mert egy beteg lesz, igazából egy függő ember lesz, nyilván munkavégzésre nem képes, ezért a pénzt, amelyből meg tudja magának vásárolni azt a szert, amire neki szüksége van, valamilyen más módon kell neki megszereznie, és legtöbb esetben bűncselekményt fog elkövetni ahhoz, hogy pénzhez jusson, és ebből a pénzből utána megvegye magának a szükséges mennyiségű kábítószert is. Van-e tipikus mondjuk családi háttere annak, aki kábítószerhez nyúl, vagy pedig ez ennyire nem tipizálható? Én nem merném azt mondani, hogy van erre tipikus, hiszen nagyon sok fiatal előfordulhat olyan is, akiről ezt nem gondoljuk. De az biztos, hogy segít a megelőzésben, hogyha a szülő és a gyerek között bizalmi kapcsolat van, hogyha a gyermeknek, ha nem is a szülő, de legalább van a családban egy olyan felnőtt, akivel meg tudja osztani a problémáit, akihez mer a gyerek őszinte lenni. Ezekben az esetekben biztos, hogy kisebb lesz a kábítószer való visszaélésnek az előfordulása. Mi az, amire felhívtad leginkább a fiatalok figyelmét ezen a bizonyos előadáson? Én azt mondtam nekik, hogy mondjanak nemet a kábítószerre, minden esetben mondjanak rá nemet, és ne azért mondjanak rá nemet elsősorban, mert aki kábítószert akár csak csekély mennyiségben fogyaszt, és bűncselekményt követel ugye Magyarország területén, hanem azért mondjanak rá nemet, mert legyenek tudatában, hogy az életüket veszélyeztetik azzal, ha kipróbálják. És mennyire hallgatnak a jó szóra fiatalok, te szerinted? Ez nagyon nehéz. Pont ahogy azt én mondtam, említettem már, ez az a korosztály, akiket nagyon-nagyon nehéz elérni. Ugye tipikusan a kamasz korosztályról beszélünk, akik nem szívesen hallgatnak sem a szülőkre, sem a tanárokra, se a pedagógusra, se a rendőrre, de azt gondolom, hogy ha már minden egyes ilyen alkalommal csak egy gyereket sikerül megmentenünk, akkor már sikert értünk el. Én köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen a figyelmet, a magazin legközelebb 2 hét múlva jelentkezik, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!